Kis létszámú csoportokban foglalkozik a gyerekekkel a logopédus itt az Orosi óvodában. A legtöbb gyermeknek artikulációs problémája van, azaz pösze. Ilyenkor kihagyhatnak, torzíthatnak vagy felcserélhetnek hangokat. Az óvodások 5 éves korukban kötelező szűrésen vesznek részt. Ilyenkor a szakemberek felmérik az írás-olvasás előkészültségüket, és kiszűrik a beszédhibákat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több gyereknek van szüksége logopédiai terápiára, ami gyakran párosul aktivitás és figyelemzavarral is. Ezek pedig súlyosbítják a beszédhibát, és hosszabb lefutásúvá tehetik a foglalkozások idejét. A 60-as évekhez viszonyítva a beszéd sebessége, a beszéd tempó kb. 2-szeresére növekedett. Ezt a gyerekek nagyon nehezen tudják kódolni. Ezért szeretnek például a nagyszülői korosztállyal beszélni, hiszen ők sokkal lassabban beszélnek. Hogyha nehezen kódolják, nehezen észlelik a beszédet, akkor az ő artikulációjukban is megjelenik ez a probléma. Ez az egyik összetevője, a másik pedig az a jártalom. A gyerekek az óvodában, bölcsődében, iskolában zajban élnek, hazamennek, gyakorlatilag ott is nagyon sok esetben a háttértelevíziózás zajlik, így tanulnak meg beszélni, nagyon gyakran nem észlelik a hangzóbeli különbségeket. A logopédiai terápia sikerességét nagy mértékben meghatározza az is, hogy a szülőknek milyen mértékű az együttműködésük. A gyerekek otthonra egy körülbelül 10-15 perces házi feladatot is kapnak, ehhez kell a szülői segítség. A foglalkozások idejét a beszédhiba mértéke is befolyásolja. A törvény előírja a heti 2 logopédiai foglalkozást, ezt sajnos nem tudjuk itt biztosítani Nyíregyházán, hiszen 15 logopédus 49 óvodában dolgozik, és mi látjuk el még az újfehértói telephelyet is, tehát nagyon kevesen vagyunk. A súlyosabb esetekben viszont tudjuk biztosítani a heti 2 alkalmat is. Van, amikor nem is indokolt a heti 2 alkalom, és elegendő egy R-hanghiba javításához a heti 1 is. A KSH adatai szerint 2015-ben 78 ezer gyereknek volt szüksége a beszédjavításra, közülük 52 ezeren óvodások voltak. Tavaly december végén megjelent egy törvényrendelet, ami bevezeti a 3 éves korosztály kötelező szűrését is. A szakember szerint ez nem azt jelenti, hogy artikulációs problémákat vizsgálnak majd, hanem inkább az úgynevezett beszédindításra fókuszálnak. Ebbe a tervek szerint bevezetik majd a védőnői szolgálatot is, a szülőknek pedig úgynevezett home tréningeket tartanak majd.